Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük, hogy mi a terve. Az középen látható itt felül és alul, amennyiben te egy hölgy vagy. Megjelensz az ő gondolataiban. Érzi, tudja, hogy nőies vagy, hiszen itt van Vénusz bolygó szimbóluma. De vannak anyai érzelmek is nálad, hiszen mindig gondoskodsz másokról. De ő azon töpreng, hogy ha te mindig mások felett gondoskodsz, és kimutatod az anyai érzelmeket, azon kívül fontos a párkapcsolat. Lehet, hogy nem veszed észre, hogy melyik életterületen van a hivatásod. És ezek nála a gondolatok, hiszen itt a főpapnő jelenti a spirituális területet. És ő azt szeretné, hogy ha te nem csak mint anya, vagy nem csak mint egy hölgy, aki a szerelmi élet területén róla is gondoskodik, hanem azt szeretné, ha tudatában lennél annak, hogy te értékes vagy, jó vagy, megvannak a képességeid, és a te hivatásod az a spirituális terület. És ez a főpapnő szintén ezt közli veled. Ő tudja ezt. Ő tisztában van ezzel. Megnézzük az ő érzelmeit. Itt a római 10-es szám jelent egy új kezdetet, de valaki ott van előtte, megállítja őt. Ezek akadályok, és ő úgy gondolja, úgy érzi, hát most nem megy tovább. Mert valaki megpróbálja őt akadályozni ebben az új kezdetben. De ő nem vitatkozik, nem veszekedik, hanem visszahúzódik. Lehet, hogy kicsit tőled is most visszahúzódó, hiszen nyugalomra vágyik. Megvannak a tervei, megvannak az elképzelései. És meg lesz nála az életerő. Kezébe veszi szimbolikusan ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését. Aktív lesz, közeledik hozzád, és az itt látható, hogy mit fog tenni. Ő tudja azt, hogy mennyire értékes vagy, hiszen te vagy az uralkodónő. Bölcs vagy, és tudja azt is, hogy te vagy a királynő. Sőt, passzoltok egymáshoz. Te vagy a királynő a tűz eleme felett, ő meg a király a tűz eleme felett. És megvan köztetek ez a varázslatos vonzalom. Minden rendben van. De te hibázol. Ő ezt tudja, ezt közli veled. Az itt látható a képen. Itt egy férfi van, de ennek a kártyának, mint más kártyáknak is mindig van egy szimbolikus jelentése, mégpedig mutatja a te tartásodat, a te hozzáállásodat. Itt van ez a bokor, itt ragyognak az érmék, de ez nem a tiéd, hanem másoké, és figyeled, és úgy gondolod, mások sokkal okosabbak, szebbek, tehetségesebbek, boldogabbak, mint én. Ne hasonlítsd össze magadat másokkal. Ő ezt tudja, közölni fogja veled. És azt is mondja, nálad van a varázslatos kisugárzás. Te vagy bölcs, azon kívül szép vagy, okos vagy, és gondoskodsz másokról. Te vagy a királynő, foglald el a helyedet az életben. És akkor majd lesz egy szerencsés fordulat, ha ezzel tisztában vagy, és éld a hivatásodat.
Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt megvan a remény ahhoz, hogy ezeket az akadályokat eltüntesse. Lesz egy új irány, egy új kezdet, sőt, lesz egy utazás is. Ez lehet egy közös utazás, vagy ha távolabb él, akkor meg akar látogatni téged. Itt a kulcs jelenti a magabiztonságát, lezár ezzel a kulccsal bizonyos dolgokat, például ezeket az akadályokat. És kinyílik egy új ajtó, közeledik hozzád. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot, sőt, lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság tervezése is. Ő hűséges hozzád, meg is bízik benned, tudja az, hogy te is hűséges vagy. Itt lesz egy váratlan fordulat, lesz egy meglepetés. Itt a madarak jelentik a csevegést, a beszélgetéseket. Ő majd felhívja arra a figyelmedet, hogy ne hasonlítsd össze magad másokkal, hiszen te más vagy, mint mások, és sokkal magasabb, mint mások. Az ő jelenlegi helyzete fontos számára a biztos párkapcsolat, ahol le tud horgonyozni. De fontos a munkahely is, meg a hivatás. A te jelenlegi helyzeted. A virágcsokor jelenti a szépségedet, egy szép környezetet, vagy egy kreatív tevékenységet, vagy hogy közeledik hozzád, jön hozzád, meglep téged, és kapsz egy ajándékot. Itt középen van a magyar kártya, amit a férjem készített. Néhány évvel ezelőtt említettem neki, hogy Magyarországon, sőt Romániában is, Erdélyben, így mondanám, hogy Erdélyben is van az úgynevezett rovás írás, ilyen régi írásmód, mint a németeknél a rúna. És így jött az ötlet, és ő készítette ezt a kártyát. Itt az ő betűről van szó, és középen van a régi írásmód. Mi jut most eszünkbe az ő betűről? Leírhatod a kommentárba, ami eszembe jut: örök, örökség, öröm, őrség, ödön. Női név most nem jut eszembe, de talán nálad vannak ilyen ötletek. Ha megnézem ezt a szimbólumot, ez olyan, mint egy hatos szám, ami szimbolizálja gyakran a múltat, hogy valaki gondol rád, vagy te gondolsz vissza a múltra. Itt van egy ilyen kis mellékút, és itt lesznek kapcsolatok, találkozások fél éven belül. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Azon kívül megköszönném azt is, ha leírnád azt a kommentárba, hogy mit jelent számodra az ő betű. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!